Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát. Lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem. Kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne dűljön. Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet. Nekem a kérés nagy szégyen. Adjon úgy is, ha nem kérem. Nagy László versével köszöntök minden kedves vendéget, közreműködőt, kollégát, diákot, szülőket és ismerősöket. Adventi hangversenyünket a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, a Kóta által meghirdetett Magyar Kórusok Napja 2017 keretében Kodály Zoltán születésnapja alkalmából rendezett hangversenysorozat egyik eseményeként tartjuk meg. Karácsonyi hangversenyünket a Nem tagozatos kórus gyertyás bevonulása nyitotta meg. Műsorukban a Kis Karácsony, Nagy Karácsony című karácsonyi éneket hallhatták. Érdekessége a dalnak, hogy a nem ismert vagy kevésbé ismert harmadik és negyedik verszakot Kodály Zoltán gyűjtötte Nógrád megyében. Sok szeretettel köszöntöm a körünkben Pejhe József alpolgármester urat. És nagyon sok szeretettel köszöntöm Polt Zoltán atyát, aki lehetővé tette, hogy rendezvényünknek a Gödöllői Szent Háromság templom adjon helyet. Felkérem Polc Zoltán atyát ünnepi beszédének megtartására. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntelek itt mindannyiótokat a Szent Háromság plébánia templomban, és hát nem én tettem lehetővé ezt az eseményt, hanem a plébános atya, de azt kérte, hogy szívélyes üdvözletét adjam át, de sajnos a mai reggelen lebetegedett, úgyhogy engedjétek meg, hogy én köszöntselek és fogadjalak titeket itt a Szent Háromság templomban. Rövid leszek, nem fogok hosszan beszélni, megbeszéltük, hogy 42 percet fogok most beszélni, aztán a többit majd meglátjuk. Két gondolatot szeretnék röviden mondani, az egyik gondolat, amit karácsonnyal kapcsolatban szeretnék megosztani veletek. Ezt nem halljátok se a tévébe, se a rádióba, se a reklámokba, se a tévéshopba, sehol. Hogy karácsonynak mi is a legmélyrehatóbb üzenete? Képzeljetek el egy képet. Egy olyan képet, hogy van az Isten, aki megteremtette ezt az egész mindenséget még annak idején. És azt képzeld most el, hogy ez az Isten, aki a világot, minden teremtményt, minden élőlényt, még téged is elgondolt, kitalált, megteremtett és végtelenül szeret, na ez az Isten képes volt arra, hogy ugyanolyan ember legyen, mint mi. Amikor megszületik az az Isten, aki megteremtette az egész világot, teljes mértékben kiszolgáltatja magát neked. Ott van a kis Jézus csecsemőként. Ha te nem teszed tisztába, akkor kisebesedik. Ha nem eteted, akkor éhen hal. Ez a karácsonynak az egyik legmélyebb üzenete, hogy az Isten az érted bevállalta ezt, hogy kiszolgáltatja magát neked. Érted? Ha az baj, ha érted. Mert ezt senki nem tudja megérteni. Ezt a szívednek kell befogadni karácsonykor. Ez az egyik üzenete, a többit meg elmondják a reklámok, meg a tévé, meg a hírek. A másik gondolat pedig hozzátok szól, kedves kórustagok és zenészek. A világ egyik legnagyobb egyház tanítója, Szent Ágoston azt mondta, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Úgyhogy úgy hallgassuk most a fiataljainkat, hogy ők most duplán helyettünk is imádkoznak a jó Istenhez. Én hiszem és vallom, hogy az embert nyugodtan lehet velem erről vitatkozni, úgyis meg fogom győzni az ellenkezőjéről,
hogy az embert pont az egyik fő szempont, a zene különbözteti meg az állatoktól. Mert mindent tud az állat is csinálni, ha belegondolsz, de muzsikálni azt nem. És ehhez még hozzá csatlakozik Szent Ágoston szava, és így lesz isteni zene. Ezt hallgassátok most nagy szeretettel és nyitott szívvel. Isten hozott mindannyiótokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megköszönöm az Atya szavait. Most pedig fogadják szeretettel a nem tagozatos énekkar műsorát, amelyben Borsodi László, Kiskarácsony, Nagykarácsony, valamint Vígan zengjetek citerák és Pásztordal című karácsonyi énekek hangzanak el. Vezényel Sándor Lívia. Zongorán kísér Ferenci Beáta. Kis karácsony, nagy karácsony, kis karácsony, nagy karácsony, aki süt már.
Következik Mihael Pretorius, Assistent Rosensprungen. Előadja a 8. A osztály kamarakórusa. Vezényel Somogyiné Kovács Andrea. A kamarakórus után a kicsinyek kórusát hallgathatják. Műsorukban elhangzik Taizei Halleluja, szólót énekel Kántor Levente. Bárdos Lajos engesztelőjének. Bárdos Lajos, csengő, bongó, karácsony. Kodály Zoltán, Jézus és a gyermekek. Disznyai Gábor feldolgozásában angol karácsonyi ének. Vezényel Sándor Lívia és Somogyiné Kovács Andrea. Zongorán közreműködik Ferenci Beáta. Hallelujah.
következő percekben a Csengettyű együttes örvendeztet meg bennünket. Mozart Varázsfogala című operájának egy kedves részlete a bűvös csengettyű csendül fel. Fogadják szeretettel a gyermekkar műsorát, amelyben Kodály Zoltán Tantum Ergo, 4.-5. tétel, Bach Guno, Ave Maria, Schubert Sanctus, Bárdos Lajos, Ó dicsőült szép kincs című műve hangzik el. Vezényel Somogyiné Kovács Andrea és Szalárdiné Szondi Adrián. Zongorán közreműködik Ferenci Beáta.
Mindannyiunk által jól ismert és szívünkbe zárt dalok, karácsonyi dalok, a Mennyből az angyal és a Kis karácsony, Nagy karácsony. Műsorunkat e dalok közös éneklésével zárjuk. Kérjük, önök is kapcsolódjanak be. A közös énekléssel kívánunk mindenkinek áldott, boldog karácsonyt!